Köszöntöm nézőinket! Talán önök is hallottak arról, és a híradónkban is beszámoltunk, hogy város díszpolgári címét idén Szájer József érdemelte ki. Európai Parlamenti Képviselő nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat egy díszpolgári beszélgetésre. Köszönöm a lehetőséget! Gratulálok ehhez a szép címhez. Köszönöm. Kíváncsi lennék, hogy Soproni születésüként és önemberként, aki azért a stúdióban mindig elmondta, és mindig hangoztat, hogy büszke Sopronra a városra, Európából is, messze-messziről. Mit jelent, hogy egy ilyen címet kiérdemelt? Hát én a, abba a felfogadó nyilatkozatban, amit a, ennek a nagyon kiemelkedő és jelentős kitüntetésnek az átvételekor mondtam azt arra figyeltem és azt próbáltam elmondani hogy Tamási Áron Ábelihez hasonlóan az ember életében az a legfontosabb hogy valahol otthon legyen benne mm -hmm. és én a világon nagyon sok helyen megfordultam és sok helyen éltem is mint Magyarországon is Európában is és Nyilván az életemmel következendő időszakaiban is még nagyon sok földrajzi helyet bejárhatok, de fontos az embernek, hogy valahol otthon legyen benne. És nekem, én nekem mindig csak Sopronban vagyok otthon, és ezt a Csakot nem szűkítőjelzőként mondom, hanem tágítóként, hiszen Sopron is velem van, akárhol vagyok a világban. Amikor az ember egy ilyen címet, egy ilyen kitüntetést megkap egy várostól, akkor gondolom én sok minden azért átuhanhat a fején. Például gondolhat a szüleire. Nem titok, hogy engem Szár József édesapja tanított, és az egyik kedvenc tanárom volt, nagyon-nagyon szerettük mi gyerekek. Vajon mit szólnának a szülei, hogyha esetleg, tudom, hogy ez most így nagyon nehéz kérdés, de, de, de vajon hogyan tekintenének, hogyha tudnának, hogy ilyen címet kapott a fiúk? Hát a Sopron iránti szeretetet azt tőlük kaptam tehát azt őtőlük tanultam meg, hogy micsoda érték és micsoda nagyszerű dolog egy ilyen szép városba születni, itt élni. És hát az embernek az első 20 valahány évében nem is nagyon van ennél szélesebb perspektívája. Tehát én akkor, amikor gyerek voltam, azt gondoltam, hogy én az egész életemet itt le tudnám élni, és ez egy teljes életet jelentene. Máig is így gondolom egyébként, tehát azt hiszem, hogy lehet, hogy még talán a mostaninál szélesebb és teljesebb életet jelentett volna. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a köszönet hangja kell, hogy szóljon mindenkinek, aki ezt az utat segítette, aki ezt az érzést, a város iránti tiszteletet, szeretetet belém csöpögtette, és ebben a szüleim állnak első helyen, akik segítettek abban, hogy iskolába járjak, hogy megtanuljak beszélni, hogy, hogy egyáltalán érdeklődően figyeljek a külvilág Iránt. De itt vannak a tanárok is, vannak legendás tanárok, akikről szintén nem tud az ember elfeledkezni. Olgi néni, aki megtanította, megtanított írni, Emma néni, aki megtanított fogalmazni. Szalai Dénes vagy Bödös tanár úr, aki az embernek kinyitotta a szemét, tehát nagyon sokan vannak, akik a elmúlt évtizedekben segítették az én munkámat, és biztos, hogy ezek az emberek, akik ma is velünk vannak, fogják segíteni az elkövetkező időszakban is azt, hogy ezért a városért az ember tudjon tenni. nem ezt a mondatot, hogy ezért a városért az ember tudjon tenni a 14 éves országgyűlési képviselői munka során, aztán utána pedig az Európai Parlamentben is, amilyen ügyben csak teheti nyilván az országért, az emberi sopronért lobbizik. Melyek azok a fő állomások, amelyeket semmiképpen nem szabad elfelejteni, hogyha pont erről a témáról beszélünk, tehát amelyet szívvel lélekkel küzdött? Az első dolog az, ami nem az embernek saját magából és a tehetségéből fakad, hanem pusztán abból a tényből, hogy Sopront képviseli akár a Magyarországgyűlésben, akár az Európai Parlamentben, vagy a világon bárhol egy konferencián, és megtudják az emberek, hogy a Sopronból származom, az már önmagában egy tekintélyt ad, tehát ilyen értelemben a Soproniság segíti a munkát. De természetesen a Soproniak arról híresek, hogy sose elégettek meg azzal, amit a sors kiszabott rájuk, gondoljunk csak a népszavazásra, vagy akár a még ennél régebbi 1273 és 77 közötti eseményekre, amikor a szabad király jogot érdemeltük ki, amikor várospolgárai, akár a gyermekeiket is hajlandók voltak feláldozni annak érdekében, hogy Magyarországot, a szabadságot válassza. Tehát vagy az 1989-es 1989 rendszer amikor egyenesen világtörténelmet írt ez a környék, ez a vidék. Tehát ebben a tekintetben sopron mindenképpen egy olyan Polgárok, olyan polgárok lakják, akik nem elégedtek meg a történelem normális menetével, akik nem elégedtek meg azzal, amit kiszabtak rájuk, változtatni kellett. Persze rengeteg olyan dolog is van, amikor a városnak az érdekeit kell megjeleníteni. Az a tény, hogy amikor én a képviselői munkámat 1990-ben megkezdtem friss országgyűlési képviselőként, akkor a városnak azok voltak a legsúlyosabb problémái, hogy milyen hosszú sorok állnak mondjuk a határ mentén. Ezen évtizedeken keresztül, azt is mondhatnám, hosszú éveken keresztül dolgoztam, Hoztunk először, hogy legyen ott egy másik sáv, ahol meg lehet állni, hogy gyorsítsák el. Emlékszem arra, hogy bevezettük az úgynevezett zöld folyosót. Sok minden, semmi nem segített hozzá, teszem. A továbbra is megmaradtak a, a város mellett, és egyszer csak egyik pillanatról a másikra másfél-két évvel ezelőtt a világ hirtelen megváltozott, és pont január vagy december közepén megnyílt a határ. Tehát ez egy olyan dolog én, aki ebben a városban is, hát nagyon sokan sopraniak, úgy éltem le a életemnek az első felét, hogy a vasfüggöny bennünket körve. Hogyha Fertőtóra ki akartunk menni, külön engedélyt kellett kérni, és hogyha vendégek jöttek Budapestről, azokat biztosan igazoltatták a vonaton. Most szabadon átmehetünk, beülünk az autóba, vagy bicivel kapunk a biciklire, és átmegyünk. Ez egy óriási eredmény. De rengeteg gyakorlati lépéssel járt az elmúlt időszakban, de az, hogy sikerült egy európai minőségű és színvonalú kórházat létrehozni Sopronban, amely, amely a akkoriban is nagyon nehéz és szűkös idők voltak, de mégiscsak jutott valahogy egy kis jó szándékkal, hogy a Sopron napját, a hűség napjává nyilvánította a magyar kormány. Kiemelt, kihelyezett kormányülést tartott Sopronban. Vagy az, hogy annak idején az önkormányzati törvénynek a létrehozatal akkor Többi képviselővel együtt, többi párttal összefogva sikerült elérni a csoport, mégiscsak valahogy becsempészük a megyei jó városok közé. Ezek mind olyan lépések, amelyekre az ember büszke, és hát természetesen tudom azokat a lépéseket is, amelyek meg kimaradtak, amelyek el, elmaradtak, mert nem volt elég erő hozzá, vagy az ország nem volt elég gazdag, vagy elég bátor, hogy elérje ezeket az eredményeket. Kíváncsi lennék arra, hogy egy városát nagyon szerető, emberelők szemben, de azt én pontosan például nem tudom, hogy melyik a kedvenc helye a városban, és miért? Hát a, természetesen a, ahol a családommal, a szüleimmel éltem, a kossuth -Lajos utca. De Hogyha azon túl a legszebb soproni házat, vagy a legszebb nevezetességet szeretni megkérdezni, akkor akkor ott nincs, nincs választás. Ott, ott szinte minden, az egész belváros egy csodálatos dolog. Ez egy olyan, mint egy nyílt, nyilvános szabadtéri múzeum. Tehát az egész város a szívem szívemben van ilyen értelemben. Ami, ami talán a legerőteljesebb spirituális élményem a várossal a kapcsolatban az a. Az a egészen fantasztikus kék ég, ami talán a világon sehol sincsen egy napsütötte napon. Az ember fölnéz az égre, mondjuk a Kecske templom vagy a tűztoronynak a tövéből, akkor ezeknek a fehér falaknak a mellett ott látja ezt az egészen valószínűtlenül sötét kék eget. Javaslom minden soprénak néha nézem fel. Mit jelent a soproniság hogy lehetne megfogalmazni Szár József számára, hogyha el kellene mondani mondjuk egy, egy kívülállónak, aki soha nem járt még Sopronban? Biztos, hogy kellett is ezt már megtenni Európa számos városában, országában. Akkor mi az a néhány mondat, ami mindenképpen elhangoz a Sopronnal kapcsolatban? Sopron a szabadságvárosa. Vagyis az itteni emberek igenis hajlandók voltak áldozni a szabadságért, és küzdeni ezért, kockázatot vállalni. Sopron a történelem városa, amely igyekszik megőrizni a, a múltat és ezeknek a küzdelmeknek az emlékét. Sopron egy közösség. Ez a mai világban, ahol hullanak szét az emberi közösségek, mind Magyarországon, mind világszerte. Ez egy olyan érték, amire mi soprának büszkék lehetünk. Hogyha egy, egy magyar embernek bárhol a világon azt a szót mondja ki az ember, hogy sopron, mindenki tudja, hogy egy vendégszerető, barátságos, szép, és hát a városára nagyon büszke településsel van dolga. Ilyen értelemben kicsit az egész Magyarországot is, az egész uh, magyar uh, nemzeti lelkületet tükrözi az, ami Sopronban van. Um. Kárpáti Laci barátom szokta azt mondani, hogy itt a természetben is minden, természetben és a kultúrában is minden megvan, ami a Kárpát-medencében van tulajdonképpen. Természet és kulturális értelme is összefoglalja ez a város egész Magyarországot. Természetesen Magyarország gyönyörű, rengeteg más szép település is van, de ismét a Tamási Áronhoz térnék vissza, ott, ahol otthon vagyunk, azt szeretjük a legjobban, hiszen annak minden kövét ismerjük és kötődünk hozzá. Éppen ezért azt gondolom, hogy nekünk soproniaknak a legfontosabb sopron. Hogyha a világ nem szeretne bennünket, vagy, vagy nem is tisztelne annyira, mennyire tisztel, akkor is mi soproniak, hogyha pusztán azáltal, hogy együtt vagyunk, közösséget alkotunk, erre büszkék lehetünk. És büszke sopron arra, hogy az új díszpolgára Szár József, gratulálok még egyszer az elismeréshez. Köszönöm, Köszönöm a Köszönöm Köszönöm szépen a figyelmet, nézzék továbbra is a Púzus Televíziót. Nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra!